Sziasztok! Ebben a videóban meg fogom mutatni, hogy kell elérni a weboldalamon keresztül az oldalam FTP-jét. Felmentek a honlapomra, azon belül a honlapról menü. FTP elérést kibontjátok. Itt erre a linkre rákattintotok, Cloudflare Warp. Ezt le kell tölteni, ezt a fájlt. Feltelepítitek. Kicsit időigényes, egy-két perc. Igen, install. Ugye egyébként ez azért van így megoldva, hogy csak ezzel a programmal lehet csatlakozni, hogy kivédem ezáltal egy rengeteg kéretlen csatlakozást, úgymond. Mert az nem menne így lekorlátozva, hogy ez a 8.0.0.0 per 8-as IP címtartományból lehessen csak csatlakozni, akkor szinte világszerte bárki csatlakozna állandóan, és csomó fölösleges forgalmat generálna. Itt láthatjátok ugye a aktuális IP címeteket oldalán, amit ugye a szolgáltatótoktól kaptuk. Mindjárt kész telepítés, igen. Kicsit várni kell, amíg betölt, és a tárcán fog megjelenni egy ikon, egy ilyen felhő ikon, egy szürke felhő ikon. Ezt meg kell nyitni. És elfogadjátok a feltételeket. Igen, tovább. Accept. És még itt egy kicsit majd várni kell, egyből nem fog működni. Még most nincs bekapcsolva. Megnézzük még egyszer. Most van bekapcsolva, frissítsünk rá a honlapról menőre, és látni fogjátok, hogy megváltozott az IP címetek. Az a lényeg, hogy egy ilyen 8-assal kezdődjön, és így már működni fog a dolog. Ugye ahhoz, hogy csatlakozni tudjatok, egy ilyen kliens programot kell használni, például a Total Commander az egyik legegyszerűbb. Hálózatmenü, FTP kapcsolódás, új kapcsolatot hozunk létre először, addig nem lenne. Adunk neki egy tetszőleges nevet, beírjuk a kiszolgáló nevét, ftp.vegyesbuszok.hu, ugye? És akkor felhasználó jelszó, az pedig egyaránt mind a kettő anonimus, csak ezzel fog működni. Valamint a bepipáljuk ezt a kis négyzetet, SSLT jeles. Oké, kapcsolódás. Itt ezt elfogadjuk, az be is lehet pipálni, hogy ne kérdezze újra mindig. Várunk egy 2-3 másodpercet. És már sikerül is a csatlakozás. Ugye itt két mappát láthattuk, van a pub, az a publikusnak a rövidítése, ide lehet majd felrakni a fájlokat. És maga a weboldalnak ugye a tartalma, hát nyilván itt egy csomó dolog le van korlátozva, amit nem láthattuk. Azokat el lehet itt is érni, amit a interneten keresztül böngészéskor is el tudtuk érni, tehát bármit, amit a weboldalon fölmentek, azt itt is meg tudjátok nézni. Most megpróbálok fölteni egy 100 megabájtos fájlt, és akkor itt lehet látni, hogy hát körülbelül 1 megabájttal tölt föl, ide van korlátozva, nincs egyébként ennek jelentősége, hogy most le legyen korlátozva, vagy ne legyen lekorlátozva, de inkább úgy állítottam be. Ne, körülbelül 1 megabájttal töltsön föl. Kicsit most ezt megvárjuk. És így tudtok nekem küldözgetni képeket, videókat, amit szeretnétek. Úgymond privátba elküldeni, akkor így ez az egyik módja. Nyilván e-mailben is lehet.
bárki bármit szeretne küldeni, e-mailben csatolmányként fogom megkapni. Itt pedig simán feltöltitek a gépemre. És egyébként a internet sebességet ez nem korlátozza ez a Cloud Firewarp lényegében. Egy VPN kapcsolatot hoz létre, megváltoztatja az IP címeteket, és állítólag biztonságosabbá is teszi a internetezést, ami egyébként nem hazugság egyébként. Van reális alapja. Igen, mindjárt kész. És mutatni fogok pár érdekes dolgot utána, hogyha feltöltötte végül. Tehát ilyen 900 kilobájt, 1000 kilobájt, ennyi a sebesség. Igen, most van kész. És az a érdekesség, hogy igen, az az érdekesség, hogy nem lehet utána letölteni, amit feltöltetek. Azt már nem tudjátok visszatölteni, és nem is lehet majd törölni sem, mint ahogy láthatjátok mindjárt. Törlés, az is le van tiltva már. És akkor most megnézzük a weboldalon tartalmát. Megpróbálunk letölteni egy tetszőleges fájt. És ugye azt se fogja engedni. Tehát nem tudja, nincs engedélyünk rá. Így van beállítva. Természetesen egyébként nem. Akármelyeket próbáljuk, úgy nem fogja engedni egyiket sem. És akkor most nézzük meg egy másik programot. Az a neve, hogy Bitwise SSH Client. SSH kliens. Egyébként ez az egyik legnépszerűbb és legbiztonságosabb program, amit én legalábbis ismerek. Ezt is feltelepítjük, ez is hamar megvan. Elfogadjuk a feltételeket és install. Itt annyiban különbözik ez a program a Total Commander-től, hogy a Total Commander ugye az bepipáltuk azt a TLS, SSL TLS pipát, és akkor azt ugye TLS kapcsolaton keresztül csatlakozik, ami nem a még nem a legbiztonságosabb kapcsolódási mód, viszont ez a program már ugye SFTP-t használ, ugye SSH-n keresztül csatlakozik lényegében, abba burkolja bele úgymond az FTP kapcsolódást. Megnézzük megint, hogy be van a kapcsolva ez a kis VPN-ünk, be van kapcsolva. Na most itt a beállításokba bemehetünk, és itt megnézhetjük, hogy egy-két dolgot, ugye van ez az Authentication Banner, ez a hát lényegében egy ilyen kis üdvözlő üzenet, azt úgy hagyhatjuk. Az Open SFTP az azt jelenti, hogy megnyitja majd magától a kis FTP ablakunkat. Ott tudunk majd másolgatni, ugyanaz a host név. Port pedig 22-es. És akkor a username és a password ugye ugyanúgy anonymus lesz. Be is pipálhatjuk, hogy elmentse a jelszót. A password, ugye kiválasztjuk password, és akkor itt van a store, tehát titkosítva elment a jelszót, ha gondoljuk. És akkor itt nem kell mást igazából állítani, csak a loginre rányomunk, és egyből meg kell jelennie ennek a kis ablaknak. Ugye ezt elfogadjuk. Igen. És meg is jelent a banner, úgynevezett banner. Itt el lehet olvasni, hogy igazából milyen engedélyek vannak. Meg hogy igazából hova csatlakozzatok. Tehát láthatjátok az információkat. És meg is nyílt a SFTP ablak. Itt tudtok már egyből másolgatni. Most csak ilyen parancsikonokat fogok fölmásolni. Tesztelésképpen igazából ez egy drag and drop-pal tudtok másolni könnyen és gyorsan. Ugye fogd és vidd. És akkor itt megpróbálom megint letölteni valamit.
így nem dob felébe üzenetet, így kapásból, hanem itt van egy a download queue, letöltési sor, és itt láthatjuk a permission denied hiba üzenetet. Bezárjuk. Most meg lehet próbálni egy terminál ablakot nyitni. Ugye hát azt nem fogja engedni. Ott, igen, ére is, hogy access denied. Tehát az ugye le van, ezt csak én tudom egyébként. Saját magamnak. Igen, kijelentkeztünk. Bezártjuk a programot. Igen, most kikapcsoltam ezt a VPN-t, és láthatjuk, hogy akkor vissza fog állni a eredeti IP címünk. Na most mutatok egy harmadik programot. Visszakapcsoljuk azért. Az a neve, hogy puti. Egy puty. Több felképpen lehet mondani. Ezt is letöltjük, feltelepítjük. Szóval megvan. Igazából ezzel is csak ilyen, nem lehet igazából az FTP-t elérni, viszont a banner üzenetig el lehet jutni. Azt fogom megmutatni, hogy az hogy néz ki. Erre már csak ilyen érdekességképpen mutatom. Lényegében ezt a Bitwise SSH clientet javaslom mindenkinek, hogy használja. Igen, itt be kell írni ugyanúgy a host nevet. Port az 22-es marad, SSH kapcsolódás típusa. Beírjuk, és akkor ezt el is menthetjük. Ha később is használni akarjuk, adunk egy nevet, save. És majd a load-dal lehet betölteni. Tehát save, load, kiválasztod és load. Open. Na most megint itt elő fog jönni, hogy elfogadjuk ezt a kulcsot. Elfogadjuk. Ide beírjuk azt, hogy anonymous, ugye, felhasználóévként. És meg is jelenik a banner. De a jelszót hiába írjuk be, és hiába jó jelszó, nem fog tudni már tovább lépni. Nincs engedélyünk a terminál ablakhoz. Na ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!